mennyi pénzt érne meg neked, ha előre tudtad volna 10 éve, hogy mi lesz, vagy milyen lesz az árfolyam a tőzsdéken, egyáltalán mi lesz az ingatlan piacon, szóval mennyire sokat ért volna neked, ha 10 évre előre tudsz dolgokat, úgyhogy ezt fogom most megkérdezni Mészáros Pétertől, aki pénzügyi fitness, pénzügyi szakértő, hogy mit kéne tenni, mit kéne tudnom 10 évvel előre, hiszen olyan göröngyös út áll előttünk, amit még el sem tudunk képzelni. Úgyhogy üdvözöllek, Péter, szervusz, örülök, hogy itt vagy a csatornán első alkalommal egy beszélgetésre. Szia István, nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jó, köszönöm. Rengeteg mindent tettél fel ebben az egy kérdésben. Nem is gondolod. Azt se tudom először, hol kezdjem. Hát én annyit hadd mondjak még, amielőtt az első mondatot mondanád, hogy egyébként részletesen az egész előadásod majd március 19-én a közös legendás vállalkozás napján lesz megnézhető, de visszaadom akkor a szót, és hallgatunk, hogy mi az, amit kéne tudni 10 évre előre szerinted. Igen, megpróbálom úgy ezt elmondani, hogy azért ne lőjem le a poént. Ha az a kérdésed, hogy van-e annak veszélye, hogy a pénzünk elinflálódik? Igen. Egyértelműen igen. Ez teljesen így van. Lehet, hogy előtte lesz egy deflációs periódus, amikor árcsökkenés lesz, de az valószínűleg rövid lesz, és utána pedig aztán beüt az infláció, és bár a technológiai fejlődésből, meg minden egyébből, meg az adósságokból, ami most ugye halljuk mindenhol, hogy mekkora adósságok vannak, abból következne a defláció, de azért látod, hogy ezt nem engedik megtenni. Uh-huh. Meg fogom mutatni például, gondolom a nézői többsége magyar, meg fogom mutatni, hogy Magyarországon is mit tesznek azért. Igen, meg fogom mutatni, hogy Magyarországon is mit tesznek azért, hogy legyen infláció. Egyáltalán mi az infláció? Mitől inflálódik a pénzünk? Eszméletlen. Hogyha megérted ennek a működését, akkor utána teljesen más szemmel fogsz nézni a világra. Úgyhogy ezt garantálhatom, hogy ez így lesz. Tehát igen, a veszély abszolút fennáll. És ennek az egész monetáris rendszernek, amiben élünk, végül majd hosszú távon azért inflációval lesz vége. És ez nem is annyira hosszú táv, mint gondoljuk. És ezért van az, hogy a következő 10 évben olyan változások történnek, már elindultak ezek a folyamatok, már látni az eredményét, de még csak most kezdünk neki. Szóval ezek olyanok, amiket egyszerűen nem lehet figyelmen kívül hagyni, ha már csak az inflációról beszélünk. Mm. És amikor megérted, hogy miért van ez, akkor fogunk rátérni arra, hogy oké, ha ezt tudod, és érted, hogy mi következik, hogyan fejlődik ez tovább, akkor mit kéne tenni, hogyan kéne akkor gondolkodni. Te is biztosan tudod, hogy nem érdemes a mondjuk euróban, vagy forintban, vagy dollárban megtakarítani, tehát simán a bankszámlán hagyni elveszni a pénzt, ugye nyilván ezt mindenki tudja, de én ugye már felvetettem azt is, hogy az állampapír is reál értelemben negatív hozamú lesz, tehát nem szabad például a vagyonod nagy részét hosszú távon állampapírba tenni, és akkor lehetne majd tovább beszélgetni arról, hogy igen, különböző időtávokon, különböző lehetőségekkel az embereknek mit kéne tenni, és hogyan. Ezt majd szerintem az előadás után kérdésként, ha fölmerül, akkor erre szívesen megpróbálok válaszolni, amennyire az idő engedi, de igen, erről lesz alapvetően szó, és akkor emellett még ugye más folyamatok is vannak a világban, a világ kezd elfordulni a dollártól, akkor erre alapozva hogyan érdemes befektetni? Mert mi lesz az új központja a világnak? Mi az, ami, hogyha visszamentél volna mondjuk nem is 10 évet, hanem 100 évet, és akkor fektettél volna be az akkori standardnak megfelelően, ami, ahogy most tesszük, miért lett volna az rossz, és akkor, ha most visszatérünk a jelenbe, akkor hogyan kéne ezt megtenni? Erről is lesz szó. Ez is szerintem nagyon érdekes, teljesen logikus egyébként, és adatokkal alá lehet támasztani, csak az emberek nem figyelnek oda arra, amire kéne, hanem arra figyelnek, amire mindenki figyel. Ez egy tipikus, irányított igen, tipikus befektetési pszichológia. Emberek vagyunk, úgyhogy szeretjük azt, amit mások is szeretnek, azt érezzük biztonságosnak. Uh-huh. Azt abba szeretünk fektetni, ami már jól ment, ami már bizonyított, ahelyett, hogy valami olyasmit vásárolnánk, amit mindenki utál,
pedig pont abba kéne tenni a pénzünket. Úgyhogy ilyesmikről lesz szó szerintem. Én nekem lenne most így előzetesen két kérdésem. Az egyik, ami nagyon sokaknál látom ingatlanosoknál, vagy ingatlan befektetésnél, hiszen osztrák ingatlanos vagyok magam is, évtizede már ebben foglalkozom, hogy hát úgyis van olcsó a pénz, vegyünk föl hitelt, szinte nulla, vagy ilyen 2%, 1-2% közötti kamat van, hogy akkor fektessünk be, ettől biztos nagyobb lesz az érték növekedése, és egyszerűen ez az olcsó pénz varázsa, ez úgy látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon sok ügyfelemet elkapja. A másik pedig igen, az, hogy, és akkor majd ezt lehet össze lehet kötni, hogy pont ebből kifolyólag az én általam ismert semmiféle gazdasági régebbi tézis vagy alaptétel nem nagyon működik, mert egy mínuszos kamatvilág vagy egy nullás kamatvilágba mentünk be, és ez egy olyan helyzet, ami a fizikai világban nincsen, tehát az abszolút nulla fok alatt nincsen, vagy a vákumnál vákumabb nincsen, és ez a mínusz kamat, ez egy olyan irány, ami abszolút egy teljes, mint a föld peremén túllépnénk, és valami ismeretlen bolygóra jutnánk. Hogyan fog ez? Természetellenes. Igen. Mit lehet ebben? Kezdjünk az utóbbival. Lehet, hogy most ez, amit mondok, ez ilyen összeesküvés elméletnek tűnik, egészen addig, amíg majd meg nem látod, amiket elmondok, hogy miért van ez. De csak hidd el, próbáld meg felszabadítani az elméd, és hidd el, hogy így van. Ez az államműve. Ez a negatív kamatvilág, ez a hozamsivatag, és megyünk még a negatív irányba, vagy a nulla, reálértelme negatív. Meg fogom mutatni pontosan ezt, hogy állambácsi hogy csinálta ezt korábban, ebben a helyzetben, most is ugyanezt kezdi el csinálni. Tehát világos, erre grafikont is tudok hozni, ezt te már talán látod is, úgyhogy tehát ez természetellenes dolog, az, hogy valakinek te pénzt adsz kölcsön, nyilván az rizikóval jár. Lemondasz arról a pénzről egy időre, igen, és hogyha te kevesebbet kapsz vissza, az nem normális. Tehát ez egyetlen esetben jó, hogyha te vagy a legnagyobb adós. Uh-huh. Na most ki a legnagyobb adós? Az állam. Uh-huh. Messze az állam. Tehát nem véletlen, hogy ez így alakul, és tehát meg lehet mutatni, hogy pénzt nyomtatnak, és azzal lenyomják a kamatszinteket a negatív irányba, meg a nulla irányba, tehát sokkal alacsonyabb a kamat. És ha visszatérünk az első kérdésedre, ott viszont azzal lehet ezt összekapcsolni, hogy az emberek kezdik felismerni, hogy a bankban nem kapsz semmit a pénzed után, egyébként is egyre inkább veszti el az értékét a pénz. Igen. És hogyha még negatív is lesz a kamat, akkor meg aztán főleg egyébként nem tudom, hogy Ausztriában negatív-e a kamat. Ugye ő is az eurózónába tartozik, tehát igazából az alapkamat a negatív. A bankrendszerben, hogyha te ott tartod a pénzed, nem tudom, hogy negatív-e. Itt Hollandiában 100 000 euró fölött például az én bankomban is negatív a kamat már. Uh-huh. Várható, hogy később majd ez lejjebb jön ez a küszöb. A valóságban tehát, ez, hogy válaszok a kérdésedre nagyon röviden, tehát nekünk volt olyan a letét banki konstrukció, nem tudom nem pontosan magyarul a nevét, de ami ilyen minimális, nulla fölötti látens kamatot fizetett, de amikor levontak ilyen költség, olyan költség, a bankköltség, akkor berakott 100 000 euróból, adtak 99-et vissza, és még én mondtam, hogy köszönöm. Tehát valójában, ami marad, az a végén negatív. Igen, és akkor, hogy ez ellen meneküljenek az emberek, meg majd később, ha felismerik, hogy nem csak a negatív kamatokról van szó, hanem egyébként pedig mi az az infláció, akkor ugye elkezdenek menekülni a rendszerből. És hogyan tudsz menekülni a rendszerből, a készpénzből, hogy eszközöket veszel. Amsterdamban az ingatlan piac 40%-a, vagy most már több mint 40%-a, az nem azért van, mert szüksége van az embereknek lakásra, hanem befektetési célból. Uh-huh. Próbálják az emberek valamibe tenni a pénzüket, aminek megy fel az értéke, amire legalábbis azt gondolják, hogy megy fel az értéke. És akkor ez már nagyon messzire vezet, hogy ugye van ez a nominális zavar, ebben most nem szeretnék szerintem belemenni, hogy nagyon sokáig tartana, de az a lényeg, hogy el fogom mondani ebben az előadásban azt is, hogy
attól még, hogy te magasabb számokat látsz a számládon, vagy a házadra aggasztva, vagy a részvényeidre aggasztva, az nem jelenti azt, hogy te gazdagabb vagy. Mm. Úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy bele fog ez férni, megpróbálom persze beletenni, de el kell majd jutni mindenkinek oda, hogy ezt megértse. És onnantól kezdve már más lesz a világ, máshogy fogsz a világra nézni. Igen, ez lenne egy speciális. Úgyhogy igazad van, valamibe tenni kell a pénzünket, ami lépést tart az inflációval. És olyan valamibe kell tenni, aminek van esélye, hogy ezt megtegye. Ugye állambácsi az állampapírral például világosan megígéri, hogy negatív reálkamatot fog adni rá. Ugye ezt is meg tudom mutatni, hogy Magyarországon negatív a reálkamat. Igen. Tehát de hiába kapsz 5%-ot az állampapírodra, de az nem fedezi ezt. Úgyhogy és olyan kérdésem lenne, ami te rálátsz a banki folyamatokra, és hát szakértő vagy ebben, hogy azt megérti a legtöbb ember, hogy a bankban a pénz csak elinflálódik, tönkre megy, nevezze, hogy akarod. De mennyire jó viszont, hogyha én nekem hitelem van-e mondjuk egy ingatlanra, aminek megy fölfele az értéke, és egyre olcsóbb pénzzel kell majd visszafizetnem, és ráadásul ki tudja, hogy meddig fogják ezt a nulla kamatot nyomtatni pénzzel, hogy biztonságban vagyok akkor? Mert a történelemben, amennyire utána olvastam, Németországban több helyen volt, amikor például az ingatlanokra ilyen kötelező Zwangsteuer, tehát egy kötelező adót vetettek ki, a vagyonra is kötelező adót vetettek ki, sőt, nem is kötelező hitelt raktak rá, kvázi még pluszba. Ugyan most egy bankkal, ha kötök szerződést, 20 évig vállalja a kamat fixálást, de nem tudom elképzelni, hogy a kamatok, én jó járok, és a bankok nem. Tehát valahol érzem, hogy úgy tűnik, hogy én állok nyerőre, ha nagyon olcsó hitellel. Kezdett hosszú kapiskálni, igen. Azért nem hiszem el, hogy én fogok nyerni magam. Kezdett kapizsgálni. Igen. Kezdett kapizsgálni, vagy mondhatnék egy másik példát, Németországban, amikor áttértek az ő márkájukról, a birodalmi márkáról a német márkára, akkor a megtakarított márkát más árfolyamon váltották át, mint a hitel, mint az adósság márkáját. Tehát ha tartoztál egy lakáshitellel, vagy valamivel, akkor azt nem váltották át egy az egybe, hanem többet kellett utána fizetned. Igen. Tehát igen, igazad van. Ez szerintem van erről egy külön anyagom, amit ezzel kapcsolatban összeírtam, hogy milyennek az előnye, milyennek a hátránya. Logikusan adódna magából a szituációból, hogy érdemes hitelt felvenni, hiszen egyre nagyobb lesz az infláció, és akkor egyre olcsóbb pénzzel kell visszafizetned a hitelt. Ahogyan ez eddig is történt, teljesen logikus. A probléma az, hogy soroljam a problémákat? Hallgatom. Azon túl, hogy amit te mondtál, hogy nehezen hisszük el, hogy ez kivitelezhető lesz, hogy ezt megengedik. Ugye én is felvetettem már az ingatlanadó kérdését, hogy az állambácsi segített neked megvenni ezt az ingatlant, ugye adó, csökkentés, meg támogatások, meg csok, meg akármi formájában. Akkor most már légy szíves, most gond van, légy szíves, akkor te is fizessél nekünk adót, mert hát egyenlítsük ki a számlát. A másik az, hogy a gazdaság már nem feltétlen lesz ugyanaz. Pont az infláció miatt a te albérlőd is veszti el a vagyonának a vásárlóértékét. Tehát a gazdaság, hogyha olyan, könnyen föl lehet rajzolni egy olyan forgatókönyvet, hogy a gazdaság igazából depresszióban van már, vagy afelé haladunk. Még ezt agyilag nem fogtuk fel, mert ez egy pszichológiai tényező is, ezt nagyon gyorsan át tud váltani, és javaslok neked egy könyvet ezzel kapcsolatban, ha még nem olvastad, ez a Nagy Depresszió Naplója, most így nem tudom neked előkeresni, vagy átküldöm az anyagaim között, az is megvan ennek a rövidített kivonata, tehát nem kell az egész könyvön átfutnod, de Amerikában ez egyszer már lejátszódott, ott is ez volt, hogy mentek föl az ingatlanára, persze vegyünk ingatlant hitelből, tőkeátételből, és aztán az lett a vége, hogy az emberek nem tudták végül fizetni az albérletet sem, meg a hitelüket sem, meg az adókat sem. Igen. És azért, hogy ne adósodjanak el még jobban, saját maguk ledózerolták az ingatlanokat, hogy ne kelljen adót fizetni utána. Tehát olyan szinten.
Most nyilván nem tudom, hogy a jövő hogyan fog kinézni, nekem sincsen varázsgömböm, de minden esetre azt érdemes fejben tartani, hogy ennek a stratégiának nem csak előnye van, hanem veszélye is van. Nagyon nagy. És ez a veszélye, hogy de simán lehet például, hogy a bankok azt teszik, hogy ugyan le van fixálva a kamat, de valamilyen költséget, igen, vagy bármit ráraknak, onnantól, igen, kezdve nem micsoda lesz, amennyit kikalkuláltak tőle, és megnő duplára, mint az eurónál volt. Csak éppen most ez nem kell, igen, az euró, igen, hanem maguk. És fogják magukat, és kipöckölik a tulajdonosokat, és valamint amikor arra vetettek, majd most aratni fognak ingatlanokat. Nekem ilyen érzés. Igen. Keresem még a szavakat, hogy mi az, amit elmondjak, és mi az, amit ne. De volt egy interjúm Brechtel, ő egy belga ember, de Spanyolországból lakik, mindegy, és ő azt is elképzelhetőnek tartja, hogy egészen egyszerűen el fognak térni a szerződésektől, és magasabb kamatszintet fognak rácsapni az emberekre. Hogyha nem a bankok teszik ezt meg, akkor a kormány fogja megtenni, pont azért, hogy megmentsük a bankokat. Egyébként arra is van teljesen jogilag ma esély, 2016 óta már benne van az európai szabályozásban, hogy egyszerűen azt mondják, hogy bankmentés, azt most már nem csak az állam fizeti, hanem egyszerűen elvonják a pénzt a számládról, és azzal segítik meg a bankot. Egy bizonyos összeg fölött, ahogy Cipruson is történt például. Tehát ez ma már jogilag ez is teljesen lehetséges. Nem hinnéd el, de benne van a szabályok között, a törvények között. Úgyhogy jöhetnek még olyan dolgok, fennáll a veszély annak, hogy ez megtörténik. És hogy az állam azt mondja például, ez is egy forgatókönyv, egy lehetséges jövőkép, hogy azt mondja, hogy jó, akkor most már nem 3% lesz a kamatod, hanem nem tudom, 13. Vagy azt teszi, mint a légitársaknál, hogy azt mondja, hogy a repülőjára nem változik, csak kerozinadót kell még pluszba fizetni. Ugye? Válságadó, egyebek. Igen. Nagyon várom az eladástat, mert kíváncsi leszek, hogy mit fogsz mondani, hogyan lehet az embernek akár 20-25 év alatt egy életmunkával összegyűjtött vagyonát, értékét megőrizni, mert az elmúlt 25 évet az ember keményen végigdolgozta mondjuk vállalkozóként, és egy kisebb vagyont összerakott, hát nem szeretne, hogy elfüstöljön mindez az egész életmunkája. Úgyhogy nagyon várom az előadást. Péter, én most belé folytam azt, hogy az előadáson várjuk. Jó, a többit. Azt szeretnénk mondani, hogy erre valóban van esély. Igen, valóban van rá esély. Ettől tartok. Érdemes jól gondolkodni. Oké, nagyon várom az eladást. Még egyszer mondom nektek, a videó alatt tudtok regisztrálni március 19-én Péterrel, és egyébként még összesen 6 előadással fogtok tudni találkozni, illetve kérdéseket föltenni. Ez egy élő webinárium, vagy egy élő konferencia lesz, és a célja az, hogy legendás vállalkozó, hogyan váljál magyarul, ne csak úgymond túlélő legyél, hanem tényleg az életedet egy legendásan jó irányba tud vinni. Úgyhogy Péter, köszönöm, igen, az időt. Igen, gyertek el, mert én is úgy gondolom, hogy masszívan megéri, hogyha csak azokba fektet az ember, akár amiket elmondok, megmondom a legjobb befektetési lehetőséget, amiket csak ismerek. Szerintem ez masszívan megéri. Úgyhogy én nagyon várom. Oké. Okay. Köszönöm, okay, Péter. Szia. Köszönöm szépen. Sziasztok. Köszönöm. Sziasztok. Sziasztok.